A vég. A 34. születésnapját megelőző estén, este 9 óra tájt lehetett, az utcák épp elcsöndesedtek, két úr állított be K lakására. Hosszú kabátban voltak, sápadtak és kövérek, cilinderük szinte a fejükhöz nőtt. A lakás ajtaja előtt kissé udvariaskodtak, kilépjen be először, és ezt az udvariaskodást húzamosabban megismételték K ajtajában, bár nem jelentették be látogatásukat. K szintén feketébe öltözött, az ajtó közelében ült egy karosszékben, és mint aki vendégeket vár, lassan húzogatta föl új, szorosan ujjaira feszülő kesztyűjét. Nyomban felállt, és kíváncsian nézett az urakra. Tehát önöket rendelték ki hozzám? Kérdezte. Az urak bólintottak, egyik a másikra mutatott, kezében a cilinderrel. K magában beismerte, hogy más látogatókra várt. Az ablakhoz ment, és még egyszer kinézett a sötét utcára. Már az utca túlsó felén is sötét volt, szinte minden ablak. Sok helyt a függönyöket is leengedték. Az emelet egyik kivilágított ablakában kisgyerekek játszottak a rács mögött, és mert még nem tudtak arrébb mászni a helyükről, kezecskéjükkel tapogatóztak egymás felé. Öreg segédszínészeket küldenek, értem, mondta magában K, és körülnézett, hogy még egyszer meggyőződjék róla. Olcsó módon próbálnak végezni velem. Tá hirtelen hozzájuk fordult, és megkérdezte, melyik színházban játszanak? Színház, nézett az egyik úr, tanácsot kérően a másikra. A szája széle megrándult. A másik úgy viselkedett, mintha néma lenne. Szervezetem makacs ellenállásával kellene megküzdenie. Nem készültek fel rá, hogy kérdéseket kapnak, mondta K, és kihozta a kalapját. Az urak már a lépcsőn bele akartak karolni, de K azt mondta, csak az utcán, nem vagyok beteg. Ám rögtön a kapu előtt úgy fogták karon K-t, ahogy K még sohasem ment senkivel. Vállukat a vállához szorították, karjukat nem hajlították be, hanem egész hosszában átfonták vele K karját, a kezét pedig iskolázott gyakorlott ellenállhatatlan fogással ragadták meg. K feszesen, kiegyenesedve ment közöttük. Ők hárman most olyan egységet alkottak, hogyha valaki agyon akarta volna verni egyiküket, mint hármukat agyon verte volna. Ilyen egységet szinte csak élettelen tárgyak alkothatnak. K bármennyire nehéz is volt ez, nehéz volt az ilyen szoros összetapadás, a lámpák alatt többször is megpróbálta jobban szemügyre venni a kísérőit, mint ahogy szobája félhomályában tehette volna. Ennyi, talán terroristák, gondolta, látva súlyos tokájukat, undorodott tiszta arcuktól. Még valósággal látni lehetett a tisztogató kezet, amint a szemük sarkát törölgeti, igen, a felsőajkukat dörzsölgeti, és a ráncokat kapargatja az állukon. Amikor K. ezt észrevette, megállt, következésképpen azok ketten is megálltak, szabad üres virágágyakkal díszített tér szélére értek. Miért küldték éppen önöket? K. kérdése inkább felkiáltás volt. Az urak látszólag nem tudtak felelni, szabad karjukat lelógatták, úgy váltak, mint a beteg ápoló, ha a beteg pihenni akar. Nem megyek tovább, mondta K. kísérletkép. Erre válaszolniuk sem kellett az uraknak, elég volt, hogy nem lazítottak fogásukon, és megpróbálták K-t elmozdítani helyéről, de K. ellenállt. Nem kell már sok erőt kifejtenem, inkább most feszítem meg minden erőmet, gondolta. A legyek jutottak eszébe. Apró lábuk kiszakad, de levergődnek a légyfogóról. Az uraknak nehéz munkájuk lesz. Ekkor egy mélyebben fekvő utcáról jövet, egy kis lépcsőn Bürstner kisasszony bukkant ki eléjük a térre. Nem biztos, hogy ő volt, persze nagyon hasonlított rá, de K. nem is tartotta fontosnak, hogy valóban Bürstner kisasszony volt-e, csak épp rögtön ráébredt, hogy ellenállása mit sem ér. Nincs abban semmi hősies, ha ellenáll, ha most nehézséget okoz az uraknak, ha a videkezésében még élvezni próbálja az élet utolsó felvillanását. Elindult, és ezzel akkora örömet szerzett az uraknak, hogy ebből valami még rá is átragadt. Az urak most már ráhagyták, határozza meg ő az útirányt is. Ő arra felé ment, amerre előttük a kisasszony. Nem azért, hogy utolérje, nem azért, hogy lehetőleg sokáig lássa,
hanem hogy ne feledkezzék meg róla. Igen, arról, hogy milyen intelem számára a lány. Most már csak egyet tehetek, mondta magában. És lépteinek és a másik kettő lépéseinek egyöntetű ritmusa megerősítette gondolatait. Most már csak egyet tehetek, mindvégig nyugodtan megőrzöm mérlegelő értelmem. Mindig 20 kézzel akartam belenyúlni a világba, s ráadásul nem is helyeselhető célból. Ez hiba volt. Most mutassam meg, hogy még az 1 éves perből sem okultam. Nehéz felfogású emberként távozzam. Utóbbtán azt mondják rólam, hogy a kezdetén be akartam fejezni, és most a végén újra kezdeném a pert. Nem akarom, hogy ezt mondják. Hálás vagyok érte, hogy a félig néma, értetlen urakat adták mellém erre az útra, és rám bízták, hogy elmondjam magamnak, ami szükséges. A kisasszony időközben befordult egy mellékutcába, Kának azonban már nem hiányzott, s kísérőire bízta magát. Most már teljes egyetértésbe haladtak át mind a hárman egy hídon, a holdfényben. Az urak készségesen ráhagyták Kára minden kis mozdulatát, és amikor egy kissé a korlát felé fordult, ők is egész testükkel arra fordultak. A holdfényben csillogó, remegő víz ketté vált egy sziget körül, a szigeten fák és bokrok torlódó lombjai zsúfolódtak össze. Köztük most láthatatlanul kavicsos utak kanyarogtak kényelmes padjaikon, Kár sok nyáron át nyújtózott, pihent. Nem is akartam megállni, mondta kísérőinek, mert készségességük megszégyenítette. Az egyik erre Ká mögött, mintha szelíd szemrehányást tett volna a másiknak a félreérthető megállás miatt. Aztán tovább mentek. Néhány fölfelé kaptató utcán mentek át, itt-ott rendőrök álltak, vagy járkáltak, hol távolabb, hol nagyon közel. Egyikük egy bozontos, bajuszú szabjája markolatát fogva szándékosan közelebb jött a némileg gyanús csoporthoz. Az urak megtorpantak, a rendőr már-már megszólalt, ekkor Ká erőszakkal húzta magát tovább az urakkal együtt. Többször is óvatosan hátra nézett, nem követi-e őket a rendőr. Amikor pedig az egyik házsarok került közéjük és a rendőr közé, Ká futni kezdett, az urak kénytelenek voltak vele futni, bár nagyon kifulladtak. Így gyorsan kiértek a városból, amely ebben az irányban szinte átmenet nélkül torkolt a szántóföldekbe. Az egyik még egészen városias ház közelében elhagyatott kopár kis kőbánya volt. Az urak itt álltak meg, tám mert kezdettől fogva erre a helyre igyekeztek, vagy mert nagyon kimerültek, és nem akartak tovább futni. Most elengedték Kárt, ő némán várt. Levették cilinderüket, zsebkendőjüket, az izzadságot törülgették a homlokukról, és körülnéztek a bányában. Holdfény árasztott el mindent, az a természetes és nyugodt fény, amelyhez fogható fény nincs is más. Némi kölcsönös udvariaskodás után arról volt szó, kihajtsa végre azt az elkövetkezendő feladatot, mert ezt úgy látszik nem osztották meg az urak közt. Az egyik úr odament Kához, leúszta róla a kabátját, mellényét, végül az ingét is Ká akaratlanul is megborzongott, és az úr erre könnyedén, megnyugtatóan hátba vágta. Aztán gondosan rendbe rakta Ká holmiát, mintha még szüksége lenne majd rá, ha nem is a legközelebbi időben, ugye? Hogy Ká ne álljon mozdulatlanul a hűvös éjszakai levegőn, karon fogta, és egy kicsit fölle járkált vele, míg a másik úr valami megfelelő helyet keresett a kőbányában. Amikor megtalálta, intett, és a másik úr oda kísérte Kát, a szakadékos fal közelében egy leomlott kődarab hevelt. Az urak leültették át a földre, a kőnek döntötték, és föltámasztották a fejét. Minden erőfeszítésük és Ká minden előzékenysége ellenére nagyon kényszeredett és hihetetlen volt a testtartása. Az egyik úr ezért megkérte a másikat, bízza rá egy időre Ká lefektetését, de ettől sem javult a helyzet. Végül is olyan helyzetbe hagyták Kát, amely a már eddig elért helyzetek közül se volt a legjobb. Ekkor az egyik úr kigombolta a kabátját, a mellényén feszülő öf tokjából hosszú, vékony, kétélű mészáros kés húzott ki, magasra emelte és megvizsgálta éleit a fényben. Újra kezdődtek az ellenszenves udvariaskodások, egyikük a másiknak nyújtotta Ká fölött a kést, és az Ká fölött újra visszanyújtotta, Ká most pontosan tudta, hogy az ő kötelessége lenne megragadni, és
magába döfni a fölött elbegőkést, de nem tette meg, hanem még szabadon hagyott nyakát, forgatta és körülnézett. Nem viselkedett tökéletesen, nem vállalhatta magára a hatóságok minden munkáját, ezért az utolsó hibájáért az felel, aki megtagadta tőle az ehhez szükséges erő maradékát. Tekintete a kőbányával határos ház legfelső emeletére tévedt. Ahogy a fény villan fel, úgy csapódott szét egy ablakszárnya, vézna szikár férfi hajolt ki a párkányon, távol a magasban, s karját még messzebbre tárta. Ki volt az? Barát? Jó lelkű ember? Valaki, akiben részvét élt? Valaki, aki segíteni akart? Egyetlen ember volt, vagy mindenki? Volt még segítség? Volt még valami elfelejtett ellenért? Nyilván volt. A logika ugyan rendíthetetlen, de nem tud ellenállni annak, aki élni akar. Hol a bíró, akit soha se látott? Hol az a felső bíróság, ahová soha nem jutott el? Tá fölemelte kezét, és széttárta minden ujját. De már a torkára fonódott az egyik úr keze, a másik pedig mélyen a szívébe döfte, és kétszer megforgatta a kést. Ká szeme megtört, de még látta, hogy a két úr szorosan az arca előtt összedugja a fejét, és az ő végvonaglását figyeli. Akár egy kutya, mondta Ká, és úgy érezte, szégyene talán még túléli őt. Vége.